Az interaktív előadáson a művészek a közönség véleményére is kíváncsiak. Minden döntésről szavazást kezdeményeznek, mindenhez várják a hozzászólásokat. A darab a demokrácia különböző formáival, a pártállam és az állampolgári kötelesség kérdésével foglalkozik. Az biztos, hogy vannak csalódott emberek, és gondolom, aki a színházban úgy jön, hogy okvetlenül valami produkciót akar látni, azt lehet, hogy elkapja egy csalódottság érzése, bár azt gondolom, hogy a színészeink egy nagyon nagy és magas szintű produkciót visznek véghez. A színdarabban a szereplők aktivistákat alakítanak, akik arra szólítják fel az embereket, hogy jelenjenek meg a szavazáson, de voksukat senkire ne adják le, semmisítsék meg a szavazó cédulát, mivel a kampány ideje alatt csak üres ígéreteket lehet hallani. A színészek egy kiáltványt is megfogalmaztak. A darabot a horvátországi Borut Šeparović rendezte. Jedan čovjek, jedan glas. Cijeli proces je prošao tako da zajedno razgovaramo o stvarima, da zajedno o njima glasamo i da zajedno na kraju nastupimo kao umjetnici i kao građani sa proglasom za stvarnu demokraciju. Az előadás 8 szereplős, de a plénumszerű megvalósítás miatt bárki szereplővé válhat azzal, hogy hozzászól és módosításokat kezdeményez. A repríz május 5-én szombaton lesz.